A 2011-es évet Rákóczi emlékévé nyilvánította a Borsod-Abolcs Zemplén megyei önkormányzat. A szabadságharc lezárásának 300. évfordulójára számos rendezvényt szerveztek a megyébe. A Rákócziról szóló konferencia után hamarosan Sárospatakon mutatják be a megye által készítetett Fejedelem című musicalt. Elsősorban inkább a megyei vezetésnek, a II. Rákóczi Ferenc személye és a szabadságharcának a történelmében betöltött súlya és jelentősége okán volt egy ilyen elköteleződése, hogy meg kell, hogy szülessen egy ilyen mű, mert azt követően ez már utána a fiataloknak megfelelően tudja interpretálni a mai kor szellemének megfelelően II. Rákóczi Ferenc tulajdonképpen történelmi szerepét és személyiségét. A zenés darab megyeházán megtartott sajtótájékoztatóján az is elhangzott, hogy komoly nevelési, értékrend átadási feladatot vállal magára a darab. Azt gondolom, hogy egy ilyen művel méltó példaként tudjuk állítani a mostani fiatal generációk és a majdani fiatal generációk elé. A történelmi musical pedig egy olyan műfaj, amelyik ennek kiváló interpretátora tud lenni. Tehát tulajdonképpen úgy nevelünk, úgy adunk példaképet, hogy egyúttal szórakoztatunk is. A Fejedelem musical 80%-ban a vallomásokra támaszkodik, ezért korhű és hiteles, azonban az írói szabadság is kibontakozhatott. Mindenképp az a mérvadó, és erre támaszkodott a darab. Van egy-két olyan, tehát a darabnak van egy olyan 20%-a, amin a történészek vitatkoznak, hogy melyik változat az igaz. Én íróilag gondoltam, hogy van annyi írói szabadságom, hogy én eldöntöttem, hogy szerintem melyik. Aztán majd a nézőre van bízva, hogy ő ezt elfogadja, vagy elutasítja. A musicalt nemrég Egerben mutatták be nagy sikerrel. A sárospataki bemutató lesz idén az utolsó állomás. A város azonban hosszú távra tervez. Nagy terveink vannak, hiszen azt szeretnénk, ha nem csak egyszer történne ennek az előadásnak a bemutatása, hanem egy fix időpontban minden éven bemutatnánk. Szükség van erre a patakiaknak, szükség van az ifjúságnak, és szükség van minden magyarnak, aki szeretné megismerni a Rákóczi Ferencnek a történetét, a Rákóczi családnak a történetét. A Rákóczi Ferencről és szabadságharcáról szóló Fejedelem című musical augusztus 26-án lesz látható a Sárospataki Vízikapui szabadtéri színpadon.